megtaláltam egyik legszarabb merch-t, amit láttam Kínában. Csak nem egy csifnás sapka. Egyébként még két dolgot akartam Kínáról mondani. Az egyik az, hogy itt a csaj felhozata nagyon gyenge. Alig látok jó csajokat itt, és jó, lehet azért, mert a kínai csajok nekem abszolút nem jönnek be. Legyen hálás, hogy ott Magyarországon ott egy mid csaj, fú, az már itt egy jó csajnak számítana. Illetve az, hogy általában itt a reggeli helyeknél, ahol voltam, szinte vega reggeliket adtak. Kivéve basszus, pont most, mikor akartam egy videót róla csinálni, megint egy vega reggeliző helyet kaptam. Na, nyilván ilyenkor, ennél a reggelizőnél adtak csirkét, meg pár random hús, meg ilyeneket. Na, ha valamitől fosni fogok, az ez. A meleg szójabab tejjel. Egy dolgot kell Kínáról tudni. Igaz szép hely meg minden. Amiért nem élnék itt. Az meg azért, mert itt a levegő. Túl olyan, mintha valami izzadság lenne a levegőben. Nem tudom elmondani, annyira magas itt a páratartalom Kínában. Hogy egyszerűen undorító itt. Itt a minden, nem mindennapi élet undorító. Meleg levegőt szív be az ember. Kegyetlen. Szóval legyél hálás, Magyarország. Ne, nem akarod, hogy ide pukizzuk, ugye? Akkor jobb, hogyha most ide adod a telefonodat. Hogy jel? Azt akarod, hogy ide pukizzak? Menjél! De az én szobám! Nem a tiéd! Egyébként ezt mindenkinek mondom, hogy én imádom idegesíteni a húgomat, az egyik legviccesebb dolog. Kamilla, akkor... Ne, jó az a Wolf Simulator gameplay, azt léci, hogy halljam én is. Menjél! Látta, hogy nem kiabálsz, Kam. Most csináltunk egy ilyen arkut az öcsémmel. Most kajáltunk egyet itt. Ő valami piros szent. Nem. És az az egyesség, hogy levlogolhatom. Cserébe nekem kell letörölnöm a... Hello! Tessék. Ja, ideje nekem letörölni. Megtaláltam egyik legszarabb merch-t, amit láttam Kínában. Csak nem egy csifnás sapka. Mi a véleményedből? Nagyon szar. Vagy elírták a China-t, vagy valami bug, de még a C betű sincs teljesen rajta a sapkán. A C is, meg a H is, az I is, az F is, az egész le van harapva a felénél. Srácok, ilyet még nem láttam, hogy itt vagyok Kínában. Itt általában a WC-k, most is egy WC-ben vagyok, olyanok, hogy állni kell. Jó, mindjárt beszarok, az mindjárt még elmondom. És állni kell, és ugye pottyantós WC. Most jöttem be, már mindjárt mondom, mindjárt beszarok, és aztán valaki már volt előttem, megnézte az összes ajtót, hogy zárva van, hogy nyitva van-e. Az utolsó az nyitva volt, benézett, és mondta, hogy inkább menjek én. Én meg mondtam magamban, hát de én szarni fogok, szóval inkább menjél te. Ő meg erre mit mondott? Szereti az ilyen WC-t. Nem szereti ant, hanem ő a pottyantósat preferálja. Na, szereztünk duriános cukorkát, ez még következő videókban is lesz, de most megpróbálok egyet beadni apukámnak. Régen nagypapámmal ettem egyet az autóba, egy kurva büdös duriános cukor. Elkezdtem lehelni a kocsiba. Jön a pa. Na, most el kell rejtenünk, de ja, ez lesz az ötlet, veszünk cuccokat, és aztán megtudjuk a tengét. Egy olyan jó pár éve még az osztályommal visszajöttem. Vagyis nem visszajöttem, pont hogy eljöttem ide, ebbe a pekingi nagy falhoz. És igazából, ja, most csak hálás vagyok azokért az évekért, és te is legyél hálás, hogyha még sulival mész, osztálykirándulásokra, meg ilyenek. Ezek voltak a nagyon szép, ezek is nagyon szép évek. Itt lesznek. De persze az elkövetkező évek is szépek lesznek. Ja, itt ugyanezt megmásztam még egy olyan, azt hiszem egy 2-3 éve talán az osztályommal. Csak hálából nézek vissza ezekre az évekre, és igen. Te is légy hálás, hogyha még itt gimiben vagy, osztálykirándulások meg ezek, légy hálás érte. Emlékszem, mikor még itt a Kínában a crushommal, itt azért, nem tudom, mindenféle. Jó, most nem sírok, ezt csak leöntöttem magam ilyen kis non-full spring vízzel. De ja, hogy itt a, ilyenkor még itt a nagyfalon volt egy crushom.
és ja, igazából azokért a, az időkért is csak hálával nézek vissza, és de figyelj, ha neked van egy crushod, és tetszik neked ő, és te tudod, hogy te akarsz vele többet, mint csak barátság, mondd el neki, mert különben úgy fogsz járni, mint én. El fogod halasztani a lehetőséget, de ja, igazából ez van. Már itt van maga a csomag, ezt hazaveszem Magyarországra, és mindenkit, akit ismerek, annak úgy fogok köszönni, hogy közben ez van a számba. És mikor először megszavoltam, ilyen gyomorforgató szagolt. Most az öcsémmel megpróbálom csak egy ilyen tesztkört, hogy ezt beveszem én is, hogy egyáltalán kibírom ezt a szart. És hogy utána csak így, mint hogyha eljátsszuk, hogy nem ismerjük egymást, és csak ért. Csak így beszélek vele, és hogy milyen erős ez egyáltalán ez a szájszakba. Milyen néző? Nagyon rossz. Először is nem tudom elrágni. Másodszor is. Ide érzem a szagát. Komolyan? Aha. És mire hasonlít? Annyira nem, de... Meg át tudom harapni, mert nagyon kemény. Azokat sajnálom, akik a gyárban dolgoznak, és ilyeneket kell csinálni. Mi az egy tesztre? Most mindjárt kezdem elharapni. Szájteszt, szájszakteszt, össz. Cukorka egész kibírható. Az elején nagyon megcsapott, de... Ha nem gondolok rá, és csak arra gondolok, hogy akivel dumálni fogok, aznak még rosszabb lesz a szaga, megnyugszom. De amúgy nem kellemes egyáltalán. Oh. Mi az? Gyere már! Mészterekről érzem. És milyen szagom? Durian nagyon rossz. Nem tudom. Már régen csináltunk egy olyat, hogy nagyon-nagyon hasonló cukorkával, mint ez. A reptéren bevettem párat a barátommal, és oda mentünk egy random csoportokhoz, és így mentek el az emberek. Így mentek el körülünk az emberek. Bevettük a szánkba. Bevettük a szánkba ezt a szart. Hárman oda mentünk egy random csoporthoz. Hi guys, what's up? És aztán pedig elhúztak, egy egész osztály elhúzott onnét körülöttünk. Nagyon vicces volt. Most kéne anyáikat betámadni, jössz? Menj. De gyere, videóhoz. Itt vannak. Anya még egy dolgot. Mi van? Miért jöttetek? Valami van, megint váltam. Büdösek vagytok, igen, elszem, büdös a szátok, menjenek. Nem, hogy beszél? Látom a fejeteken már, szemetek sárjuk. Menjetek amíg jó, hiszgól fel kell kezdeni. Szemetek sárjuk. Nem adok pár puszit, menjél, hagyjatok békén. Duracikó, cukor. Duriános. Érzem majd, és most itt kilehet. Mi a asszunk? Direkt nem szagoltam oda, nem vagyok olyan. Nyilván van egy csazavén. De aztán nyilván is elcsegkő van. Menjél túlán szag. Pocsában. Szag? Túlán szag. Ne el innen. Mi a baj? Büdi. Menjél. Nem meg kamarni. Kamar. Kamar, nem szabad kamarni. Jó, vét. Urdurulod. Meg engem is kirázai. Ideg annyira rossz szaga van, szója. Kitaláltam egyébként egy új, nagyon cringe szignált, amit lehet be fogok majd mutatni embereknél, hogyha mondjuk akarnak velem fotózkodni. Na, igazából most Kínában vagyok, és pár nappal ezelőtt apukámmal elmentünk, meg az egész családdal egy ilyen bevásárlóközpontba, ott találkozott pár barátjával. Volt egy normális, meg azt mondta, hogy volt egy kevésbé normális, idézőlesen bolond barátjával. Én igazából, mint jófaj ember, elkezdtem dumálni ezzel a kicsit bolondabbik barátjával, meg ő is a bolondabbik barátja is viszonylag jófej volt, mert egyből lejött hozzánk a húgomhoz, és megkérdezte, hogy ilyen broken English-sel, ilyen bachelor-t, hogy hány évesek vagytok, vagy hogy hány éves vagy a húgom, te megkérdezte. És akkor mondta, hogy nagy nehezen a húgom, hogy 9 éves, meg ilyenek, és aztán megkérdezte tőlem is, hogy én hány éves vagyok, és én mondtam, hogy 19, az ugye angolul azt jelenti, hogy 19, erről bemondta, hogy 39, az meg angolul a 39. Szóval azért egy egész vicces ember volt, egész vicces interakciókkal, de egyszerűen basszus. Mindjárt mondom, hogy egyszerűen miért basszus. De utána végeztünk a bevásárló központba, apukám elment ezzel a két régi osztálytársával kajálni egyet,
és ja, igazából aztán elköszöntünk, aztán bementünk a KFC-be, és aztán a kínai KFC-be. Nagyon, csak szólok itt, nagyon-nagyon teljesen más cuccok vannak, és Magyarországon sokkal jobb a KFC. Utána elmondta apukám, hogy ő egy bolond, az egyik barátja az egy bolond, aki napi 20 gyógyszert szed kb. Az anyjával él, és ma reggel felébredtünk, most egy hotelben alszunk. Apukám kapott egy telefonhívást, hogy az a barátja, akivel ugye még pár napja gengeltünk, mi is, én is egy kicsit, ő egy kicsit többet, az leugrott a 8. emeletről. És én most pont a 8. emeleten vagyunk, egy ilyen hotelban. És azért bazd meg, az azért kemény. A legdurvább az az, hogy nemrég találkoztam vele, és nem tűnt nekem olyannak, mint aki beadna egy ilyet. És nagyon durva belegondolni, hogy azok az emberek, akiket akár te is csak így körbenézel és körülötted látsz, mit tudom én, a buszon, azok a random emberek. Benne van a pakliban, hogy ők is beadnak egyet. És én úgy voltam vele még két dolog, hogy a videóban is én azért próbálom azért feldobni az emberek napját, mert ki tudja, lehet pont ez egy interakció megment valakit attól, hogy megölje magát. És ez neked is lehet így lesz, hogy ha te beadsz mondjuk egy helyes csajjal egy interakciót, aki kívülről teljesen jónak néz ki, de belülről valami baja van, valami autentikus interakciót beadsz vele, akár el is hívhatod társashoz, nem valami, lehet megmented őt valamitől. És nyilván azért vannak a videóban, amikor szivatom az embereket, de többségében én is azért próbálom megosztani az időzőres ajándékaimat, azokat a vicces interakciókat, meg ezeket, mert ki tudja, lehet megmentesz te is, meg én is valakit a nap végén. Szóval igen. Az öngyilkosságról pedig igazából nekem annyi véleményem van, hogy ha megölöd magad, a könnyű utat választod, és akiket hátrahajsz magad után, azok kapják meg a nehezett dolgokat, amiket te nem tudtál elviselni az életben. Megértem. Az lehet depressziós volt meg ilyenek, de szó szerint nyilván nem az a könnyebb út, hogy leugrasz és meghalsz. A saját problémáidat az életben. Igen, meg fognak szűnni, viszont mi az ára? Az, hogy a családtagjaid, a szüleid, az ismerőseid szenvedni fognak, és ők kapják meg azt a nehézséget az életben, amit te nem tudtál elviselni, és ezért a könnyebb utat választottad. Azért szeretek nagyon így videózni, vlogolgatni, meg ilyenek, mert megosztatom veletek ezeket a dolgokat, és úgy mond egy kicsikét, levesz egy kicsi súlyt a vállamról, azzal, hogy titeket traumatizálnak ezekkel a dolgokkal. De ja, igazából most Kínában vagyok, lehet furán fog hangzani, de nem szeretek utazni, és ez azért van, rájöttem, mert annyira ezt a YouTube-ot akarom baszkit csinálni, hogy egyszerűen az agyam, most tényleg csak azon van, hogy oké, YouTube, jó, oké, még hogy lehetne monetizálni, mert ugye nyilván azért ezt is kell keresni valahogy, és hát ugye az ember, hogyha minél több pénzt keres azzal, amit csinál, annál jobban fogja azt a dolgot csinálni, annál inkább akarja majd csinálni. És igen, igazából most, hogy Kínában vagyok, így ilyen blogokat tudok, valami afgám random barátjára megölte magát, ilyeneket tudok csinálni. De ja, szóval az agyad neked is, ő nem feltétlenül, lehet ez YouTube, lehet ez, mit tudom én, egy random business, ami neked van, egy random side hustle, akkor az a jó, hogyha egyszerűen már kirándulni se akarsz elmenni a családoddal, jó, én alapban nem szeretek kirándulni nagyon családdal, de ha már azon a szinten vagy, hogy még kirándulni sem akarsz elmenni, mert csak azt akarod csinálni, hogy mondjuk csak YouTube, csak a side hustle, csak a businessed, na, az egy jó jel. Pár izé ilyen elképzelésemet azért ezt így elmondom, hogy most egyetemre járok jelenleg, de bemenni az egyetemre, leülni, és csak ott ülni ott a tanárt hallgatni, egyszerűen azt beszívni, ami egyáltalán nem rezonál, ami csak azt jelenti, hogy nem érzem úgy, hogy egyszerűen azokat a dolgokat, csak ott ülni és lenni egyetemen. Én utána bemenni a vizsgákra, reggel 9-re, a belvárosban másfél órán át. Bárki vezet Budapesten belül a belvárosban, azt tudja, miről beszélek. Hát, ez kegyetlen. És mindezt egy olyan célért, amit nem is élvezek. Végső cél sem túl motiváló az, hogy lesz egy papírom, hogy levizsgáztam az egyetemen, hogy aztán majd mehessek dolgozni valahova. Ezért én bízom benne, hogy hamarosan valami módját találom annak, hogy autentikusan tudjam monetizálni. A monetizálni csak annyit jelent, hogy valamiféle bevételt szerezni. Nyilván a YouTube a reklámokból fizet, de ez kutyaszar. Ez még meg sem. Még egy forintot nem szereztem YouTube AdSense-ből, mert még a címemre se tudják kiküldeni azt a levelet. Ha te is egy YouTuber leszel, majd fogsz kapni egy ilyen ahol laksz, ugye oda majd kell így ízélni.
így verifikálni azt, vagy hogy te ott laksz. Privát csoportom, mörcsön, és még egy kaján gondolkoztam. Meg ez egy nagyon jó tipp, hogy te is YouTuber akarsz lenni. Akkor nézd meg a már nála sikeresebb YouTuberektől a podcastokat, mert abban mindent elmondanak, ahogy gondolkoznak, meg minden. Nos, hölgyeim és uraim! Kevin adott neki egy csokit, és aztán hányt! Nem. Kevin a hibás. Adott neki valamit. Azt a Jézus Krisztus, nem. Itt vagyunk a repülőn, előttünk ülő anyuka, plusz a gyereke. Ilyen nagyon kicsi, nagyon aranyos gyereke van. Olyat hányt ide, hogy ez még rosszabb, mint a durjános cukor, amit tegnap. Öcsém azt hitte, hogy a mellettől ő beszart, de nem, az előttől ő hányt.